Megköszönöm képviselő felszólalását. Felszólásra következik Schneider Tamás, a Jobbik képviselője. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselők. Itt az elmúlt időszakban egy szép, hosszú vitát hallottunk a pártok finanszírozásáról, és igazából ez a törvényjavaslat, ami most elénk került, felvetette a problémát, hogy hogyan is működnek Magyarországon a pártok, és igenis a pártok finanszírozásához hozzá kell nyúlni, egy új gondolatot kell belevinni a politikába. Sok mindenkivel egyet lehet érteni, én nem is kívánok már belefolyni nagyon ebbe a vitába, inkább csak egyetlen egy, remélem talán már utolsó, megerősítését akarnám egy példán keresztül adni annak, hogy minél hamarabb tegyük rendbe a pártok finanszírozását, mert ha nem, akkor a következő választáson valószínűleg még nagyobb politikus ellenesség fog kialakulni, és én nem szeretném, hogyha mondjuk engem is a mostani politikai elithez sorolnának mondjuk adott esetben ebbe a kérdésben. Nos, hát én még bízom benne azért. A pártok már régen sem tudtak kijönni ebből a keretösszegből, amit a maguk számára előírtak a költségvetési törvényekbe. Ennek ez nagyon jó példája, egy kicsit visszanyúlva az időbe, a Fiatal Demokraták Szövetségének 1991. november 5-én kelt kölcsönszerződése a Magyar Hitelbankkal. Ez gyakorlatilag másról nem szólt, mint hogy akkor 100 millió forint hitelt vett fel a Fiatal Demokraták Szövetsége, ami azért tegyük hozzá, hogy mai pénzben 1 milliárd forint körüli összeg, tehát egyáltalán nem kis pénzről volt szó. Mondhatjuk, hogy a Magyar Hitelbank gyakorlatilag akkor szponzorálta a Fideszt, vagy esetleg mégsem szponzorálta, az a mindjárt ki is derül azért a egyik Barikádon megjelent, Barikád újságban megjelent cikknek bizonyos részeiből. A kölcsönszerződésben az állt, hogy a pénzt a Fidesz a vidéki irodaházak bővítésére, azok technikai és infrastruktúrális feltételeinek a javítására, valamint nagyobb apparátus koordinálására képes budapesti központ kialakítására kívánja fordítani. És meg is volt, hogy a pénz visszafizetésének a garanciája ugyebár a költségvetési támogatás. Ám hova is tűnt ez a pénz? Nézzünk egyetlen egy példát csak akkori pénzmozgásra. A banktól 16 millió 700 ezer forintot utalnak Szájer József elnökölt a Demokratikus Politikai Kultúráért Alapítványnak, ami egyébként rendben is van, ezzel még nincs is semmi gond. De innen továbbítják az alapítvány a független tájékoztatásért részére, ami hozzá kell tenni, hogy ugyanabban a házban székel a Lendvai út 28 szám alatt természetesen, tehát nem kellett messzire vinni a pénzt a átutaláskor. Az összeg végül a Csalogány utca 9-11 szám alatt bejegyzett Pergamen nevű cég számlájára kötött ki, és az ügyletet kifogásolta a Magyar Hitelbanknak az egyik munkatársa, és írt is egy levelet a MHB felettes vezetőjének. És akkor ezt a levelet gyorsan egy részét elolvasnám, ha megengedik. Az átutalási megbízás leadásával egy időben adták le az alapítvány okiratait. És a pénzügyi előadó már akkor jelezte az alapítvány ügyintézőinek, hogy a Demokratikus Politikai Kultúráért Alapítvány számlájáról az átutalást nem tudja teljesíteni. Pénteken 12.15 és 12.30 óra között dr. Simicska Lajos és Varga Tamás megkerestek és számon kérték, hogy miért nem került teljesítésre az átutalás. Elmondtam részletesen az átutalással kapcsolatos problémákat, de ők az érvelésemet nem fogadták el. Hivatkoztak az ideiglenes alapítványi számlanyításra, trendi számra, stb. Szinte sorolta nekem Simicska úr a megoldások lehetőségét, amit döbbenetesen jól ismert, majd közölte, hogy az átutalások nem teljesítése miatt, ugyanis a nem létező alapítványi számláról is tovább kellett volna utalni az összeget a Pergamen RT számlájára, akár 100 millió forint kár is keletkezhet. Ezért bejelentette, hogy azonnal készpénzben fel akarja venni a Demokratikus Alapítvány számlájáról a 16,7 millió forintot. Válaszként elmondtam, hogy ne tegye ezt pénteken, 12 óra 30 perckor, mert teljesíthetetlen a bankfiók részéről, de Simicska úr erősködött, hogy szedjék össze gyorsan ezt a pénzt az összes bankfiókból. Végül is kedden hozzájutott Simicska úr a pénzhez. És ezt észrevételezi az alkalmazott, és azt írja, hogy
Észrevételezem, hogy az összeg, amit felkívánnak venni, annak a forrása a Fidesz által 1992. 4. hó 1-én engedélyezett 20 millió forintos forgóeszköz hitel. Érthetetlen számomra, hogy ezt az összeget miért kell ilyen úton eljuttatni a Pergamen RT-hez. Ebből kiindulva megvizsgáltam a Fidesz által 92. 4. hó 3-án igénybe vett 50 millió forint forgóeszköz kölcsön felhasználását, és a mellékelt bizonylatok alapján én úgy látom, hogy a kölcsönt, a bank pénzét a Fidesz nem a működésével kapcsolatos problémák konkrét megoldására fordítja, amire a kölcsönt egyébként kapta. Nos, a Magyar Hitelbank 1994-ben a Fidesz 97,5 millió forintos lejárt hiteléről ekképp határozott. A fennálló 97,5 millió forintos összeg hitelezési veszteségként leírandó. A Magyar Hitelbank vesztesége egyébként ezekkel a cégekkel kapcsolatban összesen kb. 700 millió forintot tett ki. Gondoljuk el, milyen hatalmas összeg ez a 90-es évek elején egyébként. Nos, ennél a esetnél nagy valószínűséggel nem önmagában a Fidesz, mint a párt ludas, mert nagyon jól végigvezethető, amit én majd nem sorolok fel, hogy ez hogyan került néhány tizedik KFT-nek a területére ez a pénzösszeg, illetve ezeknek a személyeknek a kezébe. Ezzel semmi más nem kívántam, csak pontosan feltárni egy olyan helyzetet, hogy a pártok sajnos a múltban, és jó lenne, hogyha a jövőben már nem, folyamatosan valóban trükkök, ezreihez, vagy ki tudja, mihez nyúltak annak érdekében, hogy kielégítsék az ilyen-olyan igényeiket, bár hozzá kell tennem ennél az esetnél valószínűleg nem maga a párt, csak a párton belül néhány személy az, aki félretette magának a későbbiekbe, és tőkének használta ezt a pénzösszeget. Tehát ezért is kérem, hogy vegyük elő minél hamarabb pártok finanszírozásáról szóló törvényjavaslatot, hogy ne fordulhassanak elő ehhez hasonló esetek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Két perces reagálása következik, Schiffer András, az LMP képviselője. Köszönöm, elnök úr. Harap képviselő úrnak ezt a mondatát nem tudom a levegőben hagyni. Azt szeretném tisztázni, mi soha nem voltunk politika ellenesek, mi voltunk az a párt a választási kampányban, amelyik többek között nem ígért kisebb parlamentet sem az embereknek. Mi nem a politika ellen vagyunk, a politika megújításáért, azért, hogy a politika eredeti értelmét helyre lehessen állítani ebben az országban, hogy végre arról szóljon, hogy milyen értelmes, morális célokat tűzünk ki magunk elé, és azokat vitassuk meg. Hogy a miniszterelnök urat idézzem, egyetértve vele, azon vagyunk, hogy a politikát felszabadítsuk a technokrata nyelv nyomása alól. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem, Harrak Péter urat kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, köszönöm. Az általános vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 57. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Szatmári Kristóf és Horváth Zsolt Fidesz képviselők önálló indítványát T/369-es számon, a bizottsági ajánlás pedig T/369/7-es számon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás összesen két paragrafust érint, ezért indítványozom, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, megnyitom a részletes vitát az ajánlás elsőtől ötödikig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen. Megadom a szót Józsa Istvánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm az elnök úr a szót. Tisztelt ház, ez az az egyik ominózus törvény, amit már említettem az előzőekben is, hogy a demokratikus kontroll korlátozását jelenti. Ennek a csimboraszója kapcsolódva az egyik módosító indítványunkhoz az,
hogy még ki sem nevezik az új elnököt, már a miniszterelnök által szóba hozott elnök jelölt is javaslatot tehet a helyetteseire. Hát ez egy olyan gyönyörű, szép forradalmi gondolat, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen szót érdemel, de ha nem veszik rossz néven, elítélő szót. Tehát ilyesmit nem lenne szabad csinálni. Tisztesség, ne essék. Ugyanakkor, ha már bekerült a ház elé kétharmados támogatottsággal a versenyhivatal tisztségviselőinek soron kívüli azonnali leváltására vonatkozó törvényjavaslat, én azt hiszem, hogy ki kell használni a lehetőséget arra, és a ajánlási szerinti kettes ponthoz mi kapcsolódó indítványt szeretnénk benyújtani, hogy emeljük meg a gazdasági versenyhivatal pozícióját azzal, hogy az elnököt maga az országgyűlés választa meg. Tehát ne a miniszterelnök, ne csak a köztársasági elnök, tehát a ajánlás kettes pontja arra tesz javaslatot, hogy a miniszterelnök javaslatát megelőzően hallgassák meg az országgyűlés bizottságai, illetékes bizottságai a jelöltet. Mi ezt a javaslatot kiegészítenénk azzal, erősítve a versenyhivatal elnökének pozícióját, presztízsét, hogy a törvényben szereplő procedúrák végén vagy közben maga az országgyűlés is szavazzon róla. Tehát ne csak az országgyűlés kijelölt bizottsága, hanem maga az egész ház, és javasolnám, hogy ha már kézbe vették az előterjesztők a versenytörvényt, hogy erősítsék a versenyhivatal beszámolási kötelezettségének lehetőségét, rendszerességét, súlyát a parlament előtt. Tehát amikor akár a médiatörvényben, akár másutt azt tapasztaljuk, hogy ahogy zsurnaliszták szoktak fogalmazni, hogy a kétharmados többség birtokában a Fidesz parlamenti diktatúrát valósít meg, hogy önök tegyenek ez ellen a folyamat ellen. Tehát tegyenek olyasmit is, ami kézzel foghatóan erősíti a parlament demokratikus kontrollját, és ennek jegyében ne csak meggondolják, hanem támogassák is ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen. Felszólalása következik, Schiffer András, az LMP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Reagálva Józsa képviselő úrnak is az iménti hozzászólására, a konkrét módosítási javaslatok előtt egy rövid megjegyzésem lenne, hogy egyáltalán tisztába tegyük azt, hogy ennek a törvénymódosításnak nagyjából mi a célja. Azt szeretném rögzíteni, hogy abban a tekintetben, ha én jól értettem az előterjesztőt, illetve a törvényjavaslatot, abban a tekintetben nincs változás az eddigi gyakorlathoz képest, hogy hogyan kerülnek kinevezésre az elnök helyettesek, ugyanaz a rend marad, ami eddig, illetve a felmentési okok sem szűkülnek, nem bővülnek. Egyetlen új elem kerül bele a szabályozásba, hogy amennyiben az elnöknek megszűnik a megbízatása, akkor az elnök helyettesnek is megszűnik a megbízatása. Ez az, ha én jól értelmeztem, ami a vita tárgya itt a parlamentben, és ez az, amivel kapcsolatban az általános vita során már megfogalmaztam, hogy legalábbis problematikus, hogy miközben mi is sejtjük, hogy itt a szándék az nem több és nem kevesebb, mint hogy Nagy Zoltán távozásakor az elnök helyettesektől is meg tudjanak szabadulni, legalábbis hiányoljuk azt, hogy nincs egy világos hatáselemzés, egy szervezeti elemzés arról, hogy amennyiben az elnök mandátumához kötik az elnök helyettesek mandátumát, ez a hivatal hatékonyságára, függetlenségére milyen hatást gyakorol. Azt is jeleztem az általános vitába, hogy adott esetben akár el is tudnánk fogadni egy ilyen módosítást, hogyha egy világos érdemi indokolás és mögötte világos hatástanulmány van arról, hogy ez a módosítás hogyan szolgálja azt, hogy a versenyhivatal hatékonyabban lépjen fel